A baromfi szektor a legnagyobb hazai állattenyésztési ágazatnak számít. Az alapanyag termelésben 250 milliárd, a feldolgozott termékszegmensben pedig mintegy 500 milliárd forintnyi éves termelési értéket állít elő. A piaci szereplők 50-60 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, termelésükkel 140-145%-os önellátottsági szintet érnek el, és a második legjelentősebb értékű agrártermék exportot bonyolítják le. A 2020-as év azonban nem tükrözi ezeket a számokat, derült ki a baromfi terméktanács legutóbb közzétett jelentéséből. Ennek oka, hogy az ágazatnak idén nem csak az értékesítést megnehezítő koronavírus járvánnyal, hanem a madárinfluenzával is meg kellett küzdeni. Erre pedig télen a vándormadarak érkezésével is fel kell készülni. Nagyon nagy küzdelmet kellett folytatnunk egész tavasszal, és tavasz után végül sikerült leküzdenünk, ezért az exportpiacaink megnyíltak végre. Lehet szállítani újra Japánba is és Ázsiába is. Baromfi termékeket nagyon komoly eredményez, és nagyon komoly lehetőség magyar állategészségügynek, nagyon hálásak vagyunk ezért a nagyon fontos munkákért. Ugyanakkor itt a tél, és a vándormadarak újra érkeznek, és bizony ezek hozzák magukkal a vírust. Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az állatinkat zárt körülmények között tartsuk. A vendéglátó szektor kiesésével egyik napról a másikra az élelmiszerpiac 25%-a tűnt el. A madárinfluenza kitörése pedig összesen mintegy 30 milliárd forint kárt okozott. A baromfi ágazaton belül Aliba és Kacsamáj termékpálya a leginkább érintett, ahol egyidejűleg okoz gondot a kereslet és kínálat csökkenése. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint az első fél évben 47%-kal kevesebb libát és 30%-kal kevesebb kacsát vágtak az elmúlt évek átlagához viszonyítva. Az agrárminiszter szerint a téli időszakban is a vízi szárnyasok vannak leginkább kitéve a madárinfluenza veszélyeinek, így felerősödik a gazdák szerepe az állattartás feltételeinek megteremtésében. Tehát végtelen fontos az a tenyésztők részéről, hogy nagyon fegyelmezett tartási körülményeket valósítsunk meg, mert az egész ágazat sorsa függ ettől. Akkor, amikor egyébként emelkedő takarmányárak vannak, és csökkenő feldolgozott árcsökkenés van, ez a kettő annyira feszíti egymást, olyan nehéz helyzet eleve az ágazatnak, annyira megfontoltan kell dolgozni, hogy nem lehet, hogy kockáztassuk a tenyészértékünket azzal, hogy nem tartjuk be az általási szabályokat. Mivel a napokban több európai országban is azonosították a madárinfluenza vírus intenzív jelenlétét olyan vadmadarakban, amelyek vándorlási útja Magyarországot is érinti, az országos főállatorvos elrendelte a baromfik azonnali elzárását. A zártantartás minden olyan állományra vonatkozik, ahol a kifutó felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval. A szabályok értelmében többek között a takarmányt zárt, fedett helyen kell tárolni, az állatok megbetegedését, illetve annak akár a legcsekélyebb gyanúját azonnal be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálat felé.